Sziasztok, sziasztok, hello sakkosok! Üdv újra itt a Kálai Gábor emlékversenynek az utolsó napján, és a mai adásunkat egy picit rendhagyóbb módon kezdjük, mert a verseny főszervezőjével és a Magyar Sakkozásért Alapítvány elnökével fogok egy gyors interjút készíteni. Üdv a stúdióban, Humbort András. Szia András! Szia Bence! Köszöntöm a kedves nézőket! Ugye idén rendeztétek meg a Kálai Gábor emlékversenynek a második kiadását, ugye 2 évvel ezelőtt volt az első. Hogy látod, hogy ez az idei év, vagy ez a verseny, ez hogy sikerült, milyenek eddig a tapasztalataid ezzel a versennyel kapcsolatban, és összehasonlítva a két évvel ezelőtti versenyhez képest, hogy látod, hogy volt-e fejlődés, volt-e valamilyen változás, akár szervezésben, akár minőségben, játékban, bármilyen módon. Igen, ugye amikor az ember megszervez először, ugye elindít egy sorozatot, amit sorozatnak szán, akkor mindig az a következő kérdés, hogy akkor mikor lesz a második alkalom. Elég nagy terhet jelentett az alapítványunk számára az első rendezvény, így 2023-ban nem is volt arra módunk, hogy egyáltalán ebben érdemben gondolkozzunk. Viszont 23 őszére már körvonalazódott, hogy ismételten a Kasparov Chess Foundation-nel együttműködve valamikor a nyár folyamán lenne erre lehetőség, és hát elkezdtük a tervezést. Mindenképpen az volt a célunk, hogy mindig legyen jobb, ugye, legyen szakmailag erősebb, próbáljuk javítani azokat az apró dolgokat, ami még lehet javítani, nyilván ugye a tapasztalatból lehet építkezni. És az a szakmai koncepció győzött, és én azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet mindenkinek, hogy az olimpia előtt akkor szervezünk egy olyan rendezvényt, ahol a magyar játékosok, ugye 6 játékos játszott, ugye korábban 5 játszhatott Magyarországra, és 5-öt pedig a Kasparov Chess Foundation nominált, most pedig 6-ot, és ebből a 6-ból ugye 4-en de facto olimpikonok. És hát azt gondolom, hogy ugye Balogh Imre és Erdős Viktor vonatkozásában is azt lehet mondani, hogy ugye ők is minden további nélkül az olimpiai csapatban játszhattak volna. Ez valamiért így alakult, hogy ők most nem játszanak. Ezt most nem gondolom, hogy ezt most nekünk meg kellene vitatnunk, mert talán nem ez a hely és a megfelelő idő rá. De azt gondolom, hogy így ők egy nagyon jó 45 perc plusz 10 másodperc, nagyon jó lehetőség, hogy itt még a vége előtt, tehát nem standard, nem egy hosszú verseny, egy rapid verseny, viszont a rapidból ugye ennél hosszabb már nem tud lenni, és amit a színvonalról még el kell mondanom, hogy egy fantasztikus fighting chess van. Tehát tehát ugye voltak olyan fordulók, ahol nem volt döntetlen. Bevallom őszintén, felmerült a Sophia Rule használata, főleg ugye Magyarországon ugye Gábor volt az egyik úttörője a csapatbajnokiban, hogy ne legyen döntetlen túlságosan hamar. Gondolkoztunk rajta, aztán úgy döntöttem, hogy alapvetően inkább abba az irányba megyünk el, hogy egy olyan mezőnyt állítunk össze, akik harcolni akarnak. Nagyon jók a díjak, ugye ezt el kell mondanom, tehát 4,5 millió forint még akkor is, hogyha ebben nagyon sok fizetendő járulék van, amit ugye nem a játékosok kapnak meg, hanem az állam felé kell befizetni. De gyakorlatilag, és ez egy felkészülési verseny, tehát mindenki úgy érzi, hogy aki az olimpián játszik, hogy még ott ugye készülni akar, nyilván nem szalonrendezni szeretne, akik pedig nem játszanak az olimpián, ők meg lehet, hogy csak meg akarják mutatni, hogy jó játékosok. És ugye említetted az olimpiát és a felkészülést, ez amikor terveztétek az időpontot, ez mennyire volt tudatos, hogy ez az olimpia előtt legyen? Tehát ez tervben volt, hogy tényleg így a játékosoknak, akár a külföldieknek, akár a magyaroknak is, mondtad is, hogy gyakorlatilag ugye akár mind a 6-on ott lehetnének, de 4-en az olimpián játszani is fognak. Tehát ez tervezett volt, hogy olimpia előtt legyen a verseny, és ez felkészülés legyen mindenkinek? Igen, a magam részéről ez egy egyértelmű koncepció volt. Az amerikai partner részéről felmerült, hogy esetleg más időpont legyen, de szerencsére át tudtam vinni, vagy keresztül tudtam vinni ezt a változatot, és így lehet ez egy win-win helyzet mindenkinek, és ugye a Magyar Sakkszövetség is támogatja a rendezvényt, ezért win-win gyakorlatilag,
Ugye a korábbi rendezvénynél ilyen nem volt, tehát a 2022-es versenynél nem volt meg ez a támogatás. Azért ez a támogatás is szükséges ahhoz, hogy ezt a versenyt ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni, ugyanis az árak nyilván ugye az infláció miatt is ugye jelentősen nőttek. Tehát akár a szállodaárakról, vagy bármilyen szolgáltatásáról beszélünk, igen jelentős a növekmény. Igen. És ugye említetted ezt a 45 perces időbeosztást, itt tegnap is készítettem két interjút a Kozák nagymesterrel és az Erdős nagymesterrel, ők is így kommentálták ezt a 45-öt, alapvetően pozitív volt a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Ez is kicsit közrejátszott, vagy ez az időbeosztásnál, vagy a döntéshozatalnál itt is közrejátszott az olimpia, hogy egy picit hosszabb legyen, picit jobban fel tudjanak, vagy jobban tudjuk szimulálni esetleg ezt a hosszabb időtartamot, jobban be lehet ülni egy-egy állásba. Ez is tudatos döntés volt? Abszolút, tehát ez egy szakmai döntés nyilvánvalóan. Ugye két évvel ezelőtt 25 perces partik voltak, ahol azért sok torzó maradt. Ugye volt egy blitz nap, ami ez a Just for Fun kategória volt, nyilván a nézők akár a helyszínen, akár az interneten követték, biztos nagyon élvezetes volt azokat a partikat látni, viszont úgy döntöttünk, hogy akkor a blitzet most kihagyjuk, és akkor ezt a 25 percet 45-re emeljük. Azt gondolom, hogy ez az idő intervallum már alkalmas arra, hogy igen komoly színvonalú partikat lehessen látni, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert a játszmák színvonala az rendkívül magas. Pont a tegnapi napon kaptam egy, nem fogom megmondani, hogy kitől, teljesen mindegy, az A csapatból az egyik játékos írt nekem egy üzenetet, hogy nagyon tetszik neki a színvonal, és hogy ez milyen jó. Tehát, hogy jók a játszmák is, tehát, hogy látszik, hogy komoly megnyitás elméleti küzdelmek zajlanak nap mint nap, ahol egyébként a magyar játékosok igen jól felkészültnek tűnnek. Abszolút, abszolút igen. És ugye említetted, hogy a külföldi játékosokat is, ugye idén egyel kevesebb külföldi játékos van. A külföldi játékosok kiválasztásánál milyen szempontok működnek, vagy hogy választjátok ki őket? Ugye két évvel ezelőtti versenyhez képest igazából nagyjából ugye megegyező, egyedül ugye a Hongendru, aki a Trofkaden helyett játszik. Itt milyen szempontok alapján választjátok ki a versenyzőket? Igen, alapvetően a külföldi játékosok kiválasztásának a joga az a Kasparov Chess Foundation-nél van, azonban itt is partnerként jártunk el, tehát én Alexander Csernyinnel dolgoztam együtt ebben a projektben, és vele megbeszéltük. Ő mondott nekem neveket, amiket én elfogadtam gyakorlatilag, mert hogy abszolút alkalmasak voltak erre a célra, illetőleg Andrew Honghoz visszatérve egy pillanatra, ugye tavaly előtt is volt egy olyan érdekes személyes szál, amit én is nagyon fontosnak tartok, hogy Caden Troff Gábor tanítványa volt, és nagy eredményt is ért el ugye, a ifjúsági világversenyen, és ugye kevesen tudják, hogy Andrew Hong is Gábor tanítványa volt, tehát idén is megvan az a személyes szál, ami azt gondolom, hogy nagyon pikánsá teszi a dolgokat, és hát Andrew Hong egyébként nagyon jól is játszik, tehát szerintem ő egy kis meglepetés, vagy meglepetés embernek mondható ezen a versenyen, mert én például személy szerint nem feltétlenül vártam volna azt, hogy két forduló a vége előtt ő áll a második helyen, de hát persze még messze a vége. Igen, igen, hát és ahogy említetted, hogy a harcosak, Andrew Hong ezt ebbe abszolút beleáll. Tehát, hogy ő tényleg minden partit végigjátszik, néha még azokat is játsz, ahol már mindenki feladná, ő még mindig húz még egyet és még egyet, tehát ő aztán tényleg harcol. Ugye itt jön az olimpia, itt mit vársz ezektől vagy vársz esetleg ezektől a játékosoktól, és ugye beszéltük, hogy azért ez egy tényleg jó felkészülés nekik, vagy neked akár egyénileg milyen gondolataid és álmaid vannak így az olimpiával kapcsolatban, akár ezekkel a játékosokkal kapcsolatban, akár csak mint a magyar csapat vagy magyar csapatokkal szemben. Alapvetően itt a Magyar Sakkozásért Alapítványnak van egy szakmai koncepciója, tehát mi egy kiegészítő jellegű tevékenységet végzünk, próbáljuk a Magyar Sakkszövetséget támogatni, a magyar sakkozást támogatni ebben a projektben. Ez most azt jelenti, hogy ezeket a játékosokat támogattuk egy versenyen, és bízom benne, hogy ennek lesz majd szerepe a formaidőzítés kapcsán, egy kicsit játékba kerülnek.
A verseny után, nem sokkal, augusztus 20-21-én pedig szervezünk egy kétnapos edzőtábort. Ezt Alexander Csernyin fogja tartani, aki a Kaspro Chess Foundation-nek a vezető edzője. Fidesz Senior Tréner, az egyik legelismertebb edző a világon. Ő tart egy kétnapos edzést 6 magyar játékosnak. Nem tudom, hogy érdekesek-e esetleg a nevek? Szerintem mindenféleképpen. Antal Gergő lesz ott. Ott lesz Erdős Viktor, Balogimi, Kántor Gergő, és az U25-ös csapatból Kristulovics Alex és Vancák Tamás. Úgyhogy ők fognak kapni egy ilyen lehetőséget, ami szintén valószínűleg egy kis formaidőzítésre, egy kis, nyilván nem egy, ez nem egy megnyitás elméleti képzés lesz, ugye ez várható is, viszont egy kicsit, hogy a neuronokat felfrissítsék, vagy átmozgassák, arra biztosan jó lesz, úgyhogy mi megpróbáljuk azt a segítséget megadni, amit ilyenkor tudunk. Nyilván ez egy apró dolog, viszont az, hogy ezt mégis meg tudjuk csinálni, és azért ez a magyar sakkozásban sajnos kuriózum számba megy, ezért ezen dolgozom, hogy ez ne így legyen. És ugye ezek ne csak az olimpia évében, tehát mindenképpen a szakmai munkában jelentős előrelépéseket kell tenni az olimpia után, egy olyan szakmai, átfogó szakmai koncepciót kell kidolgozni, hogy hogyan lehet ezeket a programokat úgy összefésülni, hogy ezeket a szinergiákat kihasználva tényleg egy olyan közép-hosszú távú program legyen, ami alkalmas lehet arra, hogy a magyar sakkozás ismét abban a fényében tündököljön, mint korábban. És hogy mit várok az olimpiától, nagyon nehéz megjósolni. Egyetértek a Rapport Ricsivel abban, hogy az a valószínűbb, és én is inkább arra tippelek, hogy ha a játékosok például az A csapatnál képesek lesznek olyan teljesítményre, hogy mindenki egy jól teljesít, de nem kimagaslóan, hanem mindenki jól teljesít, akkor ez egy jó eredmény prognosztizálható. A B csapat egyébként nagyon erős lett, tehát ott is képes lehet a csapat jó eredményekre. Az U25-ösök pedig ugye ők egy lehetőséget kapnak, hogy küzdjenek. Én örülök, hogy egyébként a Kántor Gergő ott fog játszani, és most egyébként mind a két programon részt vesz, mert szerintem neki ez nagyon szüksége van, hogy bemelegítsen, és hát egyébként Kántor Gergőről egyébként személyes véleményem, hogy sokkal erősebben, sokkal nagyobb tudása van, mint az élő pont száma, azonban neki még olyan területeken kell dolgozni. Tehát láttuk a megnyitás előtti készültségét, hogy a dán bajnokot gyakorlatilag lekottázta. Tehát azt gondolom, hogy nagyon impresszív volt, viszont nyilván a technikai dolgokban esetlegesen a nyertállások teljes ponttával, a konvertálásában még dolgozni kell, de hát meg kell keresni a megfelelő segítséget ehhez. És hát a hölgyeknél pedig én bízom abban, hogy ugye három csapattal indulhat a Magyarország ezen a téren is, ugye páratlan lett a csapatok száma, és akkor ugye indíthatunk egy harmadik válogatottat is. Én bízom benne, hogy a hazai pálya nem agyonnyomni fogja a játékosokat, és nem a pszichésen nem nagy nyomás alatt kell játszaniuk, hanem felszabadultak lesznek, és mindenki meg fog tenni mindent. Én ebben maximálisan biztos vagyok mind a hadcsapat vonatkozásában, hogy mindenki egy örömjátékot, vagy egy utalomjátékként fog erre tekinteni, és hát reméljük, hogy ez majd hoz egy jó eredményt is, de alapvetően óriási küzdelmekre lehet számítani, mert borzasztó erős lett a nemzetközi sakkozás mindenhol. Igen. Hát mi is bízunk a jó eredményben, és én is azért azt gondolom, hogy az a munka és az a segítség, amit a Magyar Sakkozásért Alapítvány végez, az remélhetőleg még ad nekik egy kis boostot, és a versenyt ez jól fog jönni. Ugye mondtad, hogy azért itt vannak jövőbeni tervek, és vannak célok. Esetleg tudsz nekünk valamilyen sneak peeket, valami előzetes esetleg tervekről, amik így körvonalazódnak, bármilyen projekt, amit terveztek, és meg tudsz velünk, a nézőkkel osztani? Alapvetően nem tudok semmi konkrétumról beszámolni, én mindenképpen abban gondolkodnék, tehát
az alapítvány biztos ezt a versenyt ezt folytatni szeretné. Az, hogy ez most ez melyik évben kerülhet újra megrendezésre, erről még nem tudok nyilatkozni, mert tényleg igen jelentős költségekkel jár. Én azt gondolom, hogy azt kellene megtalálni annak a lehetőségét, hogy a különböző szervezetek, így az Országos Sportszövetség, ugye a Magyar Sakkozásért Alapítvány, de vannak más egyébként sakkalapítványok is, amelyek igen aktívak és igen sikeresek, hogy tudnak úgy dolgozni, összedolgozni, hogy tényleg egy jó közös projekt vagy közös cél érdekében. Van már több projekt ötlet a fejemben, amik közép-hosszú távon segíthetnek, de én azt gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy egy olyan átfogó koncepciót kidolgozni és megvalósítani, amely egy olyan folyamatos munkát jelentene, ami tényleg egy 2-5 éven belül komoly eredményeket mutathatna fel. Azért azt hozzá kell tennem, hogy az ifjúsági területen, amit ugye a Gonda Laci visz, mint ifjúsági szövetségi kapitány, igen jelentős munka zajlik, illetve ugye volt júniusban egy rendezvény, amelynek az ötletét én javasoltam, hogy nézzük meg, hogy a mi fiataljaink azok hogy bírják az iramot a külföldiekkel. Bevallom őszintén, hogy azért nem azt javasoltam, hogy ilyen erős fiatalokkal mérettessenek meg, de végül ez lett belőle. Abban kell bízni, hogyha ezt másodjára is megrendezzük, akkor már nem ilyen arányú lesz az eredmény, mert volt ugye Karácsonyi Gellért például, hogy azért emelem ki, mert Gellért viszonylag olyan pozícióban volt, hogy jó eséllyel nem jutott volna be az olimpiára, viszont neki ez egy sikertörténet volt, mert küzdhetett azért, hogy bekerüljön, és több versenyen, köztük ezen a versenyen olyan teljesítményt mutatott, hogy gyakorlatilag nyilván, ha ér valamit egy válogató verseny, még ha nem is annak van hívva, akkor ő meg tudta mutatni, tehát fel tudott nőni a feladathoz, és ez egy fantasztikus dolog, mert akkor ugye nem hiszem 6 ponttal járult hozzá, talán 4 plusszal a magyar csapat eredményéhez. És arra lenne szükség, hogy és azért kell őket menedzselni, ezeket a fiatalokat, mert hogyha valaki egy erős nemzetközi mester tud lenni fidemesterből, vagy nemzetközi mesterből tud lenni nagymester, a magyar sakkozás szempontjából az is egy eredmény, az is egy nagyon becsülendő dolog, és ezeknek a fiataloknak most az elmúlt 3/4 év, 1 év azért adott egy lökést, azért látszik az ifjúsági sakkozásban, hogy van némi mozgás, van egy kis pezsgés. Hát ezt kellene fenntartani, vagy sőt növelni az olimpia után, ami nyilván biztos, hogy bizonyos szempontból nehezebb lesz, de azt gondolom, hogy ha elindulna egy olyan szakmai munka, ami fenntartható, és itt az évek sok év vonatkozásában lehet csinálni, akkor az előbb-utóbb eredményt kell, hogy hozzon, mert nagyon sok tehetség van most is Magyarországon, úgyhogy én optimista vagyok. Nyilván rengeteg területen kell párhuzamosan munkát kifejteni, de azt gondolom, hogy ez a munka el kell, hogy kezdődjön az olimpia után már ősszel vagy télen, teljesen mindegy, és meg kell keresni a magyar sakkozásnak azokat a szereplőit, akikkel egy jó projekt cél, vagy valamilyen közös cél érdekében össze lehet állni, lehet kooperálni, és nagyon sok ilyen típusú rendezvényt kell csinálni, vissza kell hozni a pezsgő sakkéletet Magyarországra, akár nemzetközi versenyekkel is, mert azért korábban ezt megszoktuk. Nagyon-nagyon régen, ugye tavaly volt ugye az Asztórián volt egy nagy verseny, amit a dr. Csaba Árpád szervezett az Ajkáról. Ilyen típusú rendezvényekre van szükség, előtte a Tehetség és Kurázsi volt, és a Tehetség és a Kurázsi verseny az nagyon-nagyon régen volt, ilyen 20 éves távlatokról beszélünk. Tehát sokat teendő. Igen, sokat teendő. És engedj meg még egy kérdés nekem, vagy nekünk. Ugye már csak azért is, mert azért a sakkéletnek egy olyan központi témája volt ez, és akár tényleg egy olyan fontos karaktere, nagyon fontos karaktere, és az a sakkolimpiának is egy fontos karaktere lehet. Ugye Raporcsicsi visszatért hozzánk, most tartott is itt egy előadást ezen az emlékverseny alatt, és egy szimultánt is. Neked erről mi a véleményed, vagy hogy éled meg esetleg ezt, hogy a Ricsi visszatért hozzánk, és milyen pluszt adhat, ad-e már ez most pluszt, érződik-e valami
És mi a véleményed erről, hogy újra Ricsi újra magyar színekben sarkozik? Hát rövid, ez egy fantasztikus dolog, ugye, mivel személyesen is részt vettem ugye, Ricsi visszahozásában, ez márciusban kezdődött ez a projekt, és hála Istennek Ricsi májusban már Magyarországon volt, aztán majd később, nem tudom, július közepétől azt hiszem akkor került magyar zászló alá, de ez alapvetően ez egy technikalitás volt. Én azt gondolom, hogy Ricsi végre hazajött, és ez a személyes véleményem, tehát lehet bele egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Én nem mondanám azt, hogy bármelyik érának itt az elmúlt években lett volna a hibája, hogy a Ricsi elment, vagy elkerült innen. Ez egy 15 év terméke, sajnálatosan. És én a legfontosabbnak azt tartom, hogy Ricsi visszajött Magyarországra, és remélhetőleg jól fogja itt érezni magát, mert ez a hazája. Az, hogy ez az olimpia évében van, és az olimpián még tud játszani, ez haba tortán, de alapvetően számomra az olimpia bármilyen fantasztikus esemény és bármilyen nagy lehetőség is, szerintem a Ricsi visszahozatala ez teljesen meghaladja, tehát nem szerintem parciális kérdés innentől az olimpia pont akkor. A magyar állami szereplők, a sportvezetés kimagasló hozzáállást tanúsított, tehát nélkülük ez nem valósulhatott volna meg. Az, hogy ő itt volt ezen a rendezvényen, ugye erről még nem beszéltünk, és talán nem is annyira ismert, ugye ez a Kállai Gábor Sakbarátok köre rendezvény volt, amelyet másodmagammal én alapítottam. Azért Kállai Gábor Sakbarátok köre, mert volt már sakbaráti kör, sakbarátok köre vagy baráti kör 20 évvel ezelőtt, ezt a Gábor alapította, ezért úgy gondoltuk, hogy az az illő és tiszteletteljes, hogyha a Gáborról nevezzük el, vagy a Gábor után nevezzük el, és mi lett volna ugye egy antréként, egy első kick-off eseményként ugye a maga Kállai Gábor emlékverseny, és azt kell mondjam, hogy Ricsi egy nagyon kedves, fantasztikus gesztust tett felénk, mert felajánlotta, hogy ezen a rendezvényen teljesen térítésmentesen a magyar sakkozás érdekében, a magyar sakkozás népszerűsítése érdekében eljön, ami egy igen ritka tulajdonság, egy nagyon nagyvonalú, nagylelkű hozzáállás, és ugye három esemény volt, és ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy aki itt volt és hallotta, minden korosztálynak mást mondhatott, de ahogy én beszélgettem, még 2600 körüli nagymesterek is azt mondták, hogy hú, hát mennyire máshogy gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk, mennyire máshogy lát dolgokat, mennyire mások a problémák. Nagyon őszinte volt a beszélgetés, mert elmondott egy csomó olyan dolgot, a saknak az árnyoldalairól is beszélt, a saját küzdelmeiről is beszélt, és ezt egyébként az én véleményem szerint olyan humoros köntösben mondta el. Volt egy szimultán, ugye, amin ugye részt lehetett venni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen eseményekre is szükség van, és hát szeretnénk majd ezt a baráti kört folytatni, tehát ez ugye azért mondtam, hogy kick-off esemény volt, mert ugye lesz folytatása, és szeretnénk, hogyha a sakrajongóknak akárhol is vannak az életben, legyen egy olyan platform, ahol időszakonként össze lehet jönni, beszélgetni, ahol érdekes előadások vannak, izgalmas beszélgetések, és hát ugye nyilván Raporti csinál nehezebb lesz erősebb lapot húzni, de majd azért próbálunk ezen is gondolkodni, hogy mit lehetne, hogy kellene folytatni. Szuper. András, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, és köszönöm a munkátokat, és szerintem kezdjetek neki, mert már biztos, hogy történtek dolgok a táblán. Egy-két dolog már történt, de ettől függetlenül nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba, és elmondtad a kicsit így a dolgokat, és én személy szerint, és a Hellósak, és szerintem minden néző, aki itt van, vagy aki bármilyen módon a magyar sakk életben van, szeretnénk neked is megköszönni, és a Magyar Sakkozásért Alapítványnak azt a sok igyekezetet, amit teszel akár a Kállai Gábor emlékversennyel, akár pedig a sakbarátok körével, és ez reméljük, hogy ennek csak és kizárólag pozitív eredménye és hatásai lesznek, szóval köszönjük szépen.
és az interjút is még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, további jó munkát nektek. Köszi, András.